A Közlekedik a család című baleset megelőzési program keretein belül a felnőttek és a gyerekek közösen oldanak meg feladatokat. A rendezvény célja, hogy felhívja a figyelmet a helyes közlekedésre. A vetélkedőn a családok elméletben és gyakorlatban is összemérték tudásukat. Ez egy összetett verseny. Van három súlyozott témánk, ez pedig a Kressz elmélet, az autós ügyességi pálya és a kerékpáros ügyességi pálya. A Kressz elméletben a család együtt tölti ki a tesztlapot, az autós ügyességében ugye apa vagy anya, a kerékpáros ügyességében pedig a gyermek fogja megmutatni a tudását. A versenyen több interaktív feladatot is meg kellett oldani a családoknak. Ilyen volt például, hogy a felnőtteknek kereket kellett cserélniük a gépjárművön, illetve meg kellett mutatni, hogy mit kell ellenőrizni elindulás előtt. De azt is tapasztalhatták a résztvevők, hogy miket okoz, ha telefonálunk vezetés közben. Ez most egy olyan interjú vezetés közben, amit nem tudsz megállni, mert olyan helyzetben vagy, de a családod, a te életed függ attól, hogy jól válaszolsz, pontosan, mert lehet, hogy egy olyan munkahelyet fogsz kapni, ami az életed vágya. Hát óriási volt a különbség, de nagyon meg kellett osztanom a figyelmemet. A nehezebb feladatoknál borzasztóra lelassult a gondolkodásom, alig tudtam válaszolni a kérdésre, illetve a kérdést adott válaszaim. Tehát a gondolkodási idő megnövekedett. Próbáltam azért hibátlanul végrehajtani a feladatot, viszont lelassultam. Tehát mind a vezetésben, mind a válaszadásban. A gyermekeknek is szórakoztató feladatokkal készültek a szervezők. Kerékpár ügyességi pályán mérhették fel tudásukat, illetve egy mágneses táblán öltöztethették fel a kerékpárt a kötelező tartozékukkal. Hát én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hiszen mind a két fiúval biciklizünk minden délután szinte, amikor az időjárás megengedi. És azért nagyon fontos, hogy a közlekedési szabályokat tisztában legyenek, mert úgy kell közlekednünk, hogy ne veszélyeztessünk senki mást, illetve mi is biztonságosan közlekedjünk. A vetélkedőt minden évben meghirdeti az Országos Rendőrfőkapitányság Országos Balesetmegelőzési Bizottsága. A program keretein belül szórakozva tanulhatnak a családok, illetve a megyei forduló nyertesei tovább versenyezhetnek a fődíjért az országos versenyen.